Szia, Nóri! Szia! Arról szeretnék most veled beszélgetni, hogy tulajdonképpen a kicsi korod óta, amióta csak megszülettél, mindig azt hallod, hogy coaching, életvezetési tanácsadás, meg mediáció, permegelőzés. Szóval milyen ilyen életből felnőni? Ja, hát valójában ezen még sosem gondolkoztam, hiszen nekem ez teljesen természetes, ebben nőttem fel, kicsi koromtól kezdve, ugye születésemtől kezdve ebbe csöppentem bele, tehát ez teljesen megszokott. És tulajdonképpen akkor nem érzed azt, hogy akár a szüleid húztak bele ebbe a világba, vagy pedig ők mentek a te világodba, tehát esetleg a coaching meg a mediáció az inkább a felnőttek dolga? Szerintem ezt igazából már kicsi gyerekkortól kezdve tanítani kéne, és a sok-sok nehéz tantárgy mellett idő kéne szakítani arra az iskolában, hogy felkészítsük a gyerekeket az életre. Hú, de hát nem biztos, hogy örülnének a gyerekek, hogy most megint van egy új tantárgy. Gondolom, hogy nem úgy képzeled, hogy ezt egy füzetbe, meg egy könyvbe leírják, és akkor úgy megtanuljátok, aztán felelni kell belőle. A szüleid ezt hogy csinálják? Nem így képzeltem el, hanem anyáik technikájával, amit együtt alkottunk, hogy a különböző stratégiákat különböző mozdulatokkal kötjük össze, és ez nagyon izgalmassá és viccessé teszi ezt a témát. És mondjuk neked azért segít valamiben a coaching, vagy egyáltalán te mire tudod használni, ha már ilyen fontosnak tartod? Én az iskolában tudom nagyon jól alkalmazni, nagyon sokat nem tudok segíteni, jól mindenkivel szót értek, és az osztálytársaim sokszor meg is jegyzik. Hát akkor majd legközelebbi felvételkor megteszed, hogy mesélsz erről, hogy pontosan hogy zajlanak az ilyen interakciók a gyerekek között. Igen, nagyon szépen köszönöm. Vagy esetleg a családban. Én is köszönöm. Szia!